Azt mondják, a harkály a fák doktora, és jelzi, hogyha a fával bármiféle gond van. Egyúttal természetesen ő maga is gyógyítja a fákat azáltal, hogy a különféle kártevő élőlényeket kiszeregeti a fa törzséből. Pár hete az hatalmas nagy csavart fűzfánkból egy kosárlabda méretű korhat fadarab hullott ki. Eléggé megijedtünk, mert attól tartottunk, hogy egy nagyobb szélvihar esetén az egész fa rádőlhet a szomszédházra, nem utolsó sorban maga hát a fát is nagyon sajnáltuk. Ezért hívtuk el Börzsei Bencét és csapatát, hogy nézzék át az összes hatalmas fánkat a kertben, könnyítsenek rajta, amennyiben szükséges, de mindenképpen kezeljék őket annak megfelelően, hogy minél hosszabb és egészségesebb életet élhessenek. Bencék szuper munkát végeztek, és szerencsére a faápolás egyre népszerűbb szakma. A fák hosszú életének megőrzése a megfelelő rendszeres karbantartással nem lehetetlen dolog. Egy fenntartható és természetes kertben pedig azt gondolom, hogy egyben elengedhetetlen feladat is. Bence az egyeztető megbeszélésünk során megkérdezte, hogy mi legyen a sorsa a levágott gallyaknak. A válasz részemről egyértelmű volt, szerettem volna mindenképpen, hogyha ágaprítóval földarabolják, és itt hagyják számunkra, hogy talajtakaróként tudjam majd felhasználni a kertben. A faápolási munkák izgalmas és érdekes szakasza az volt, amikor műszeres felmérést végeztek a problémás fűzfánkon. Huba egy magyar fejlesztésű eszköz segítségével meg tudta állapítani, hogy a fűzfánk kidőlésének kockázata egy nagyobb szél esetén is igencsak alacsony. Ez a hír mindenképpen megnyugtató volt számunkra. Köszönöm szépen, fiúk, ezt a fantasztikus munkát, és pár év múlva ismét találkozunk.